A Debrecen második csapatát fogadta a legutóbbi fordulóban a Kisvárdai KC és az élvonalbeli kerettel készülő fiatalokat felvonultató vendégek az első fél időben még jól tartották magukat, igaz már a nagy is 7 gólos előnyt a házigazda. A második 30 percben aztán fokozatosan növelte előnyét a KKC, amely végül 19 gólos sikerre zárta a találkozót. Ránk fért már maga a siker, egyébként nem nagyon szeretem a tartalékcsapatokat, hisz ezek a gyerekek együtt edzenek a felnőtt kerettel, sikeréhesek, azt várják, hogy mikor kerülhetnek oda a felnőtt csapat kispadjára, és nagyon sok játéktapasztalat van mögöttük. az, hogy most ez így sikerült, ennek külön örülök, összefogott, azt jelenti, hogy irányított volt a csapatunk, koncentrált, és úgy gondolom, hogy a végéig kitartott, ez azt jelenti, hogy megfelelő kondicionális állapotban is voltunk. A tabella élén az Egri Eszterházi Főiskola csapatál 18 ponttal, megelőzve az egyaránt 16 pontos kispestet is A kisvárda 13 ponttal az ötödik helyen várja a folytatást. Rácz Sándor együttesére még négy idegenbeli meccs vár az őszi szezonban. Pontokban én azt fogalmaztam meg a csapat előtt, hogy a négy idegenbeli meccsen próbáljunk legalább kettőt megnyerni. Ha ez túl lesz teljesítve, az ráadás, de egy edzőt mindig azt foglalkoztat, hogy a csapat arculata, a hullámvölgyek, hullámhegyek milyen váltakozásban, mennyire kiegyenlítetten a teljesítmény és a sportforma mennyire egy szinten és magas szinten következik be. A kisvárdai vasárnap a tabellán 9. helyen álló göd otthonában lép pályára.